A Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Dévényi István. Jó estét kívánom! Hát újra itt, újra együtt, bár ez sokakra sajnos már nem érvényes, úgyhogy én most itt a műsor elején köszönöm meg minden kollégának, akikkel az elmúlt években együtt dolgozhattam, de már nem. És akik ma este leültek egymással eszmét cserélni, Pörzse Sándor újságíró. Jó estét kívánok! Konok Péter, történész, publicista. Jó estét! Perjé Zoltán újságíró. Jó estét kívánok! Vahorn András zenész. Jó estét kívánok! Puzsér Robert, független publicista. Jó estét kívánok! És Csintalan Sándor. Jó estét, magyarok! Szombaton tüntetés volt, a tömeg megtöltötte a Kossuth teret és a környező utcákat is. Ami még újdonság volt, hogy a árpádsávos zászlóktól a liberális fiatalokon át Gyurcsány Ferenc igen nagyon szép színes kavalkád jött össze. Na most a összetartozás érzése az egészen biztosan megvolt, ráadásul ugye szerveződik a következő tüntetés most szombatra, és nem elképzelhetetlen, hogy ezen a most szombati demonstráción is hatalmas tömeg lesz, akár ugyanakkor, mint az előzőn, ami nem kis teljesítmény így a demonstrációk történetében, csak hát az a kérdés számomra, hogy onnantól hogyan tovább? Hát eleve miért nem a tévészékházhoz vonul ugye a tömeg? Mert messze van. Azért. Mert például ott van, emlékeztek még Nagy Navarró Balázsra, aki 4 évig lakott egy lakókocsiba a tévészékház előtt, és még mindig ott van az a lakókocsi. És senki nem beszél róla. Hát vannak hőseink, de nem is gondozzuk őket. Ott van az a lakókocsi. Hát mi nem megyünk oda, és rakunk hányan rá egy szál virágot? Hányan férünk be abba a lakókocsiba? Nem kell belemenni, nem? Köré kell seregleni. Vagy bemenni a tévészékházba. Ugye? Vannak erre hagyományok. Vagy fölgyújtani mondjuk, és a történelem utána úgyis azt fogja mondani, hogy békés tüntetés volt. De előbb egy kis ungibungi. Én viszonylag régen voltam a Kunigunda útjánál, ilyen humán erőforrás okokból kifolyólag, de nem biztos, hogy még ott van ez a lakókocsi. Ott van? Ott van. Nem figyeltem jól. Ott van. Egyébként meg az jut eszembe, ilyen ambivalens érzéseim vannak ezzel a tüntetéssel, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Mert ez a dolog ugye a választási törvénnyel bukott el. Szóval most már egy kicsit úgy érzem, hogy ha a nép akkor nem vonult az utcára, most hiába volt egyébként többé-kevésbé csalás sok helyen, stb. Ezeket el is fogadjuk, de most már úgy érzem, hogy szóval ilyenkor jut eszembe az a Széchenyinek tulajdonított mondás, ugye, hogy minden nép megérdemli a maga kormányát, ha meg huzamosabb ideig ül ez a kormány, az alkalmatlan kormány a nép nyakán, akkor a nép nem alkalmas semmire, valahogy hasonlóképpen szól. Egyébként, amit mondtatok, hogy tévészékház, meg stb. Érdekes annak a igazán radikális tömegnek a viselkedése, aki akkor a székháznál ott volt, és utána 2006 őszén is ott volt. Hát azért az mitként csak azt akarom mondani, hogy nagyon-nagyon sokan most azok közül Fidesz szavazók. És még annyit engedjetek meg, hogy a múlt héten egy általánosításommal megsértettem a budaházi családot, szerintük, ami a család felé nézve semmiképpen nem állt szándékomban, úgyhogy őket, ha ez igaz, akkor megkövetem. Ez pont itt jutott eszembe. Nekem egyébként az az érzésem ezzel az egész tüntetéssel, nekem is egyébként abszolút ambivalens, tehát hogy a lovasoktatásnál szokták mondani, hogy ha leesel a lóról, akkor az a legjobb, amit tehetsz, hogy újra vissza ülsz rá azonnal, és akkor így nem alakulnak ki a fóbiáid. Hát itt most egy nagy leesés volt a lóról, de tényleg én azt látom, hogy ugyanarra a lóra ugyanúgy visszamászni és leesni a másik oldalán. Tehát így ugye volt egy óriási mozgósítás a választásra, valóban volt egy nagy részvétel, választói részvétel, és ez lett az eredmény. Oké, biztos volt a csalások, én nem tudom, hogy ez alapjában befolyásolta-e. Na most ezek után kiírni, vagy összeírni embereket, tüntetni azért, hogy ismételjék meg a választást, meg tulajdonképpen ugyanezt a játékot játsszuk le még egyszer, fölülünk ugyanerre a lóra, szerintem egyrészt baromi kevés, mert nem mond semmit arról, hogy ha és ha a lovon ülünk, akkor majd mit csinálunk, mert
Mert kiderült, hogy azért lett elbukva ez a választás, vagy legalábbis azért szerintem ez eléggé látszik, mert ugye akkor sem mondták meg, hogy mit akarnak csinálni ezzel az egésszel. Hát itt nem volt semmi világos, csak hogy mely az össze? Orbán. Peti, ki hívta őket össze? Most ebbe én szerintem nem mennék bele, ki hívta őket össze. Mennyire civil, mennyire nem civil, mennyire egyébként ilyen szempontból érdekes, mert ez most újdonság, hogy egy civil tüntetés, vagy úgynevezett civil szervezési tüntetés, amire direkt hívják a pártokat, ugye a Jobbik külön visszautasította, hogy fellépjenek, és tulajdonképpen nagyon miért hívják a pártokat egy civil tüntetésre? Szerintem egy civil tüntetésre nem kéne hívni a pártokat, sőt, de ugye lehet egy ilyen narratíva, hogy akkor most arról szól a történet, hogy a teljes társadalom, amiben a pártok is benne vannak, meg a civilek, meg mindenki. Ez még önmagában nem lenne probléma, de mit mondanak? Mi a cél? Mert így ez csak egy torna, viszont, ami levezeti az energiákat. Viszont megmozdult egy akkora tömeg, ami nagyon-nagyon régóta nem mozdult meg. De és nagyon, nagyon fontos volt, amit az István mondott a felvezetőben, mert mi ott voltunk, és láttuk, hogy mennyire sok rétegű, sok arcú ez a tömeg végre, és tényleg sokan vannak, hogyha ez a tömeg egyszer összeáll, és kimondja, amit akar, végre eltűnnek a gyökér politikusok a pulpitusokról. Menj már a fenébe, hát pont arról szól az egész, hogy takarodjál haza kapálni. De oda, nem erről szól, erről fog szólni. Az tök jó lenne. Hogyha ez lesz az eredmény, akkor viszont pont az ellentét lesz az eredmény, mint aminek a tömeg hallatni akarja a hangját. És a tömeg lesz? Hangja meg nem az lesz, lesz hogy meghallgassa ugyanazt a süttyó politikust 55 millió módszor. Erre csak azt mondom, legyen neked igazad. Először legyen a tömegnek hangja. Igen. Az embereknek legyen hangja. De mi volt a hangja most a tömegnek? Ne haragudj. Nem volt hangja, politikusok voltak. Nem volt neki semmi. Semmilyen hangja nem volt. Ott voltak egy csomóan. És van még egy dolog. Mi az, hogy hát lehet, hogy voltak csalások. Ha én betörök, és egy pénztárból nem 42 milliót veszek ki, ami ott van, csak 1 milliót, akkor ugyanúgy tolvaj vagyok. De kicsit hülyébb tolvaj, de tolvaj. Igen. Tehát, hogyha voltak csalások pontosan a pártoknak, akik azt mondták, hogy ők elintézik helyettünk a boldogságot. Pontosan ezeknek a pártoknak. Most nem az van, hogy sértette, hátradőlünk. Ők tudják, hogy hol voltak csalások. És például ennek a tömegnek nagyon jól esett volna, hogyha azt mondja valaki, hogy az a célunk, hogy bebizonyítsuk a csalásokat, mert hogy itt volt, ott volt, meg ott volt, meg ott volt, és hogy érvénytelen a szavazás. Például nem az, hogy hát tulajdonképpen, mert nem igaz, mert ha nem kétharmad lett volna, hanem csak kevesebb, akkor egész másképp ülnénk a ló hátán. És az nagyon valószínű, hogy nem lett volna kétharmad, hogyha a Fidesz nem követel mindent, hogy annyi az legyen. Az emberek szerintem miért mentek ki, Andris? A pártok hol vannak ilyenkor? Andris, megsérződtek, hátradőnek, az sajnos meg. Andris, szerinted az emberek miért mentek ki az utcára egyébként? Az a remélték, hogy amikor odaérnek a parlamenthöz, valaki azt fogja nekik mondani, hogy majd most majd ez lesz, és ehelyett nem mondott senki. Én azt sem reméltem, hogy az elsősoros Gyurcsány Ferencet a rendőr majd jól fejbe veri, és akkor az lett volna, hogy lett volna neki egy déjà vu érzése, hogy nem erre adtam én parancsot annak idején? Egyik diktátor verte volna a másikat. Ez például nekem belefért. Sokkal nagyobb örömmel láttam volna, hogyha az ott feltűnő politikusokkal nem szelfiznek, hanem legalábbis elküldik őket a francba. Nem a rendőrök, a tömeg, mert az lett volna szerintem itt a helyes lépés. Mindegyiket. Nagyon furcsán éreztem magam, én is ott voltam kint, és akkor azt hallom, hogy azt skandálja a tömeg, hogy új választást. Úristen, csak azt ne, hát kiírnák az új választást, ugyanez lenne az eredmény, vagy még rosszabb. Új választási törvényt, azt kellett volna skandálni, tehát a tömeg az öntudatnak azon a szintjén nincsen a jelenlegi állapotában, hogy egyáltalán meg tudja fogalmazni, hogy mit óhajt. Én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább egy gyászmunka, amit el kell végezni. Most kiment egy csomó ember a Kossuth térre, hogyha a következő vasárnap kevesebb ember megy ki, akkor abból azt fog látszani, hogy egy bizonyos mennyiségű ember már nem megy ki, mert ezt a dolgot már sikerült földolgoznia. És aztán majd újra, de hogy itt valójában az fog történni, amit a Gyurcsány megjósolt annak idején, hogy hát ezek az energiák elfáradnak. Te Robi, Franciaországban hogy tüntetnek az emberek? Mások a franciák. Egy tüntetésnél oda kell csapni, nem? De majdnem végigmondta Robi egyébként. A helyzet az, hogy nem azok a csalások okozták a kétharmados fideszes parlamenti többséget, amely csalásokról itt szó van, amely visszaélésekről itt szó van. A média viszonyok és a választási törvény a csalás.
A csalás az intézményesült a rendszerbe. Maga a rendszer egy intézményesített csalás. Na most erre úgy gondolom, hogy az ellenzéknek egységes választ kell adnia. Hogyha a Fidesz nem tanúsít önkorlátozást, legalább nem nyúl a kétharmados többségéhez, és legalább a saját rendszerének a keretei közt megmarad, vagy nem marad meg, ha nem arányosítja a választási rendszert, akkor egyszerűen ki kell vonulni a parlamenti munkából, és 89-es mintára létre kell hozni egy ellenzéki kerekasztalt. És el kell kezdeni végre egyeztetni, amikor a parlament összeül, összeül a plenáris ülés, jöjjön össze az ellenzéki kerekasztal, de ne a parlamentben, ne legitimálják az Orbánnak ezt a demokratikusnak látszó szélhányzát, hanem kezdjenek el egyeztetni a 2022-es indulásról. Itt vannak a szuperpontos 8 milliós mintán végzett közvéleménykutatásnak az eredményei. Elég drágán fizetünk meg érte. 4 évnyi kétharmados Fidesz többséggel fizet az ország ezekért, a nagyon pontos adatokért. Most itt vannak. Most itt van az, hogy körülbelül milyenek az ellenzékben az arányok. Látszik, hogy az ellenzéknek a legnagyobb ereje a Jobbik. Az is látszik, hogy az ellenzéki szavazóknak a többsége baloldali. Kezdjenek el egyeztetni, és kezdjék el végrehajtani önmagukon azt a rendezést, amelynek a nyomán 2022-ben minden körzetben egyetlen ellenzéki jelöltet fel tudnak állítani. Hogyha 4 év alatt ezt a munkát nem tudják elvégezni, akkor ez az ellenzék egyszer és mindenkorra ezzel a hatalommal együtt a történelem süllyesztőjébe kérekszik. Hát de ez lenne a lényege a tüntetésnek, hogy felejtsük el a Jobbikot, felejtsük el az LMP-t, felejtsük el az összes gyökeret, aki eddig semmit nem bírt elérni, csak hülyeségeket gajdolt, újra ők szólnának föl. Hogyha ellenzéki kerekasztal létrejönne, azt a társadalomnak újra ki kéne termelnie, ahogy annak idején a 80-as évek végén kitermelte Antalékat meg a többieket. Érted? Én azt gondolom, hogy ez az ellenzéki kerekasztalhoz oda kéne engedni a Momentumot is, oda kéne engedni az Együttet is, oda kéne engedni minden ellenzéki csoportosulást, amelyik részt kell kezdeni mindent a legelejéről. Újra meg kell jelenniük új arcoknak, új neveknek, új pártoknak, érted? Ahhoz a régi elitetnek le kell csúszni a lefolyónak, amire semmi lehetőség nincs. De például oda menni a tévészékházhoz, és betörni oda, arra van lehetőség, gyerekek. Arra van lehetőség. Nem így, hogy a kezdők a bilében, hogy majd megvalósul az, ami eddig nem. Na most ne a Fidesz-székházhoz menjünk betörni. Először is. A Fidesz-székház üres, az meg baromi messze van, és semmi. Az egyetlen jogos az, hogy ez közt televízió. Tehát, ha valamit meg lehet fogni, az, hogy az törvény. Tehát ez valóban törvénytelen. A Fidesz törvényei szerint is törvénytelen az, hogy a köztelevízió nem köztelevízió. És ezt meg lehet fogni. Ez itt van a kezünkben, ott áll az objektum, és ott vannak az oda vezető utcák. Jó. Figyelj ide, ha már sok mindenhez lehetne, meg kell is, meg sok mindenről kell beszélni. Ezt a tévéostromot hagyjuk, jó? Tehát, mert te is dug fel a tévéostromot, Sali, tudod? Szóval ott töregem emberek haltak meg egy paraszthajszál hiány, hogyha nincs ott a Hír TV, akkor az a három ember bennég abban az autóban, amelyikben ugye az lett volna a dolga, hogy elvileg, hogy tömeget oszlasson, de kis hiány meghaltak, és nem a tömeg és a hazafiak mentették ki őket. Ezt most tegyük félre, semmi közelhez ennek a dolognak. Azon kívül még egy dolog, ennek a hatalomnak semmi más nem kell, csak egy kis ilyen kedves erőszak, mint amit te itt előadtál, András. Mert mindent, amit eddig mondott, az mind igazolná. De hogy ne csak ezt mondjam, egyébként igen, az ellenzéki kerekasztalt, ezt én is így gondolom, azt sürgősen meg kell alakítani, és egyébként csak abban vitatkozom, hogy párhuzamosan azzal be kell menni a parlamentbe. Ha két Leanna nem lett volna két világháború között a parlamentben, és sorolhatnék nagyon sok mindenkit, ettől persze meghalt 1 millió ember, ez tény. A parlamenti harcot sem szabad feladni, és egyébként pedig az ellenzéki kerekasztalt is meg kell alakítani, ha úgy tetszik, azonnal. De ennek egyébként az lehet leginkább a célja, hogy azokra a kérdésekre, meg azokra a reményekre választ adjon, amelyeket most ez a tömeg föltett. Azért le ne csesszük már ezeket az embereket, akik kimentek, akikkel kimentünk együtt. Először is ők az elégedetlenségüket demonstrálták, azt, hogy léteznek, hogy létezik egy olyan ország is, amelyik azt az alternatívát, amit fölkínált ez a
társaság ezt, és személy szerint Orbán Viktor, ezt nem fogadja el, és ez ellen küzdeni akar. Az, hogy ezeket kik fogják megfogalmazni, ez, ha úgy tetszik, bizonyos értelemben a napokban dől el. És el kell kezdeni a 2022-es, éppen ezért a 2022-es választásokra is a felkészülés, de ugye az nem úgy történik, nem magától fog alászállni. Például aktuális politikai célokat egyébként egyetértek veled, ki kell tűzni. Ha valaki azt gondolja, hogy ez a Fidesz kormány most a keretei között marad, az egy őrült nagyot téved. Orbán Viktor most már ennyi idő alatt meg lehetett ismerni. Nagy kérdés, hogy lesznek-e önkormányzati választások, vagy ha azok lesznek, azok milyenek lesznek. De egy dolog például biztos, amire szervezetet, hálózatot, közös akaratot lehet építeni, 2019 uniós választások is, abban nem tud beleszólni. Bele tud szólni persze azzal a manipulációs erővel, és azzal a hatalmi túlsúlyjal, és azzal a pénzügyi túlsúlyjal. És ugye ez a kérdés most tényleg baromira föltevődött, hogy más nem mondjak, ugye tegnap Macron fölvette a kesztyűt. Igen. Ez a fertőzés, ez a vírus sok mindenütt terjed ebben az országban. Mondjuk például a dicső pártoknak, meg azok képviselőinek valamit mondani kéne most például arról a kihívásról, hogy akkor most tényleg az örök kérdésünkre, és ez most napi kérdés, a bőrünkre ér, börtönbe fognak emberek jutni. Nyugat? Vagy asszisztálunk ahhoz, hogy a Putyin seggéből lógjon ki az Orbán, és az ő árnyékában gyakorolja mindörökké a hatalmat, amíg él. Gondolja, itt ez a kérdés van most konkrétan föltéve, és ehhez persze, és ebben a Schiffernek tök igaza volt, de nekünk is meg, hát ezt már sokszor megbeszéltük, ehhez választ kell adni a migrációra, választ kell adni a föderalizmus kérdésére, választ kell adni arra, hogy hogyan lehet a multik szerepét, a politikai szerepét csökkenteni, és most nem sorolom, mert itt önkényesen, ha úgy teszik, elvágom. Egyébként igen, a nagy navaró megérdemelni például, hogy, és mi is megérdemelnénk, meg azok is, akik nem tudnak arról, hogy ott van a nagy navaró, hogy tudjanak róla. Ez tény. Úgyhogy én inkább azt mondom, hogy menjünk, azt nézzük meg, egy dolgot engedjetek meg. Ugye most is megy egy iszonyú nagy kormányzati, meg mindenféle kutyafüle dömping. Jaj, bocsánat. Szóval én szerintem még konkrét cél lehetne, le lehet fordítani magyarról ezzel az egész üggyel kapcsolatban. Meggyőződésem az Európai Ügyészségről, vagy abban való részvételről szóló konkrét ügydöntő népszavazás kezdeményezését. Ehhez embereket lehet mozgósítani, embereket lehet bevonni, napi élményeket lehet szerezni, hálózatot lehet építeni, emberi kapcsolatok születnek, és azok az emberek, akik most tétován ott voltak az utcán, csak a jó lelküket, meg a szívüket tették ki, azok értelmet kapnak annak, ami értelmet tudnak adni annak, hogy miért magyarodjanak itt ebben a hazában. De végre nem gyűlölték egymást az emberek. Nem gyűlölték egymást. Ez jó, de egy óriási tömeg lett megmozgatva, ezzel más is lehetne kezdeni. Például legyen ellenzéki kerekasztal, de abban vonják bele az összes civil szervezetet, az összes szakszervezetet, az összes olyan szervezetet, összes olyan az utcát magát, legyen egy össznépi népi parlament, és hirdessen például általános sztrájkot. Mert egy politikai sztrájkot. Volt már ilyenre példa, Magyarországon is, külföldön elég gyakori, egy általános, meglátjuk, hogy valóban mi vagyunk a többség. De ez mert abból nagyon jó, Péter, ez nagyon jó, hogy mondod ezt, hogy mi vagyunk a többséget, mert nekem meg pont ez nem tetszett ebbe a tüntetésbe, hogy ez a cím, hogy mi vagyunk a többség, miközben láttuk ugye ennek a közvéleménykutatásnak az eredmény, szóval minimum necces ugye ezt mondani. X. De például Európáért lehetne tüntetni, mert valóban ez a tegnapi Macron-féle, hát úgy általában Európáért. Ez a tegnapi Macron beszéd, ez nagyon kemény volt. Ugye Magyarországnak címezte, bár nem kimondva, és így fogalmazott a francia elnök. Európában polgárháború zajlik, amit az autoriter rezsimek szítanak. Tehát európai polgárháborúról beszél. És azt is mondta, hogy nem az autoriter demokrácia, hanem a demokrácia autoritása a válasz. És az volt még az érdekes a tegnapi EP vitában, hogy annyira azért nem állt ki senki, hogy megvédje Magyarországot ebben a témában. Jó, hát a Fidesz ott sem volt, tehát ilyen szempontból kiállt volna ki Magyarország mellett. Úgy na de adódik a kérdés, és akkor tegyük meg Macronnak a végkövetkeztetés. Hát ott volt az olasz, aki elmondta, hogy Európát szét kell verni, Európa nincs, de ők mindig unió nincs. Jó, csak mondom. Tehát ez egy valóságos vita, és egyébként nem csak általában kell vitatkozni, komolyan ne haragudjatok már, hogy megom hozzá a szót.
konkrétumok felé is el kell vinni ezt a dolgot. És egyébként hálózatosodni. Ez a politikai sztrájk meg, hogy Péter, komolyan, tehát le kellene szállni ide a véres valóság szintjére, ami nem politikai sztrájkokról szól, ki fog itt politikai sztrájkokat, és kivel szemben összehozni. Egyébként lehet, hogy össze fog jönni 2022-re, de addig általában tenni kell egy csomó dolgot, és mindenek előtt az uniós választásokat Magyarországon meg kell nyernie az uniópárti erőknek. Egyébként egyebek mellett azért is, hogy a népvándorlás meg legyen állítva valami értelmes értelemben. Mert ez egy globális kérdés, amire nincs Magyarországnak globális válasza, csak az oroszok árnyékában. Na és akkor költözön Oroszországba az, aki... Drága Sándorom, azonban itt most egy nagyon érdekes polémia vetődött fel. Bizony. Itt van ez a kollega, aki valami olyan ötletet mond, amit már el is kezdhetünk most. Te is, mindenki. Vagyis sztrájk. És itt van a másik kollega, aki azt mondja, hogy az nem jó, hanem hát, az kell, hogyha az Unió, meg az Atya Úristen, meg nem tudom, mint... Ne. Tehát arról van szó, hogy vannak ötletek. Mi például nem mész bedolgozni, van... vagy mi? Vagy nem fogsz festeni? Igen. Hát így könnyű. Ez egy jó sztrájk. Bocsánat, Robicek, nagyon elment az idő, úgyhogy most tartunk egy kis szünetet, ez még nem a sztrájk, mert ebből most vissza fogunk jönni hamarosan. Akkor ez a sztrájk, illetve ez a szünet véget ért, és azt hiszem, Robi, pont belét folytottam a szót. Szóval szerintem nagyon nagy hiba lenne átengedni az EU kritikát az illiberális autoriter Orbánnak, meg mindenféle illiberális rezsimeknek, meg Putyinnak kiutalni. Azt gondolom, hogy az Európai Unió kritikája, meg az Európai Uniónak a reformja, az igenis Európának az ügye, és Európának a fontos ügye. Brüsszellel, meg az Európai Unióval rengeteg probléma van. És szerintem a legnagyobb felelőtlenség lenne, hogyha ezt a dilemmát, ezt egy ilyen polgárháborús dilemmává butítanánk le, amiről itt a Macron beszél, kvázi akinek problémája van az Európai Unióval, vagy aki meg akarja reformálni az Európai Uniót, az értelemszerűen Putyin ügynöke, az értelemszerűen az illiberalizmust akarja, és hogy az Európai Unió reformjának az egyetlen útja az illiberalizmus. Én meg azt gondolom, hogy az EU kritikának nagyon is ott van a helye, nagyon is megvan a helye, és nem Putyin seggéből kell végezni. Putyin egyfelől Európán kívül. Ez egy másik napirend, Robi, neked ebben igazod van, de itt tényleg két napirend fut egyszerre. Tehát egy tényleg nagyon, nagyon bonyolult dolgot kell egyszerre megoldani. Igen, csak nem kéne egy csomagban. Jó, ebben ezzel egyetértek, csak ugye a mostani in situ kihívást le lehet végül is részben egy kicsit szűkíteni, másrészt meg amúgy a magyar nemzet szempontjából az a kérdés, hogy egy marsalszegényi összeget megint el fognak-e lopni, az mondjuk evidens kérdés a nemzet szempontjából is, és hogy az európai ügyészségbe bele kell menni, már hogy az uniós pénzek tekintetében, ezt azért megértik az emberek. És tényleg csak a politikai sztrájkhoz, annyi gyerekek, a sztrájkhoz egy akkora, olyan munkaadó is kell, aki ezt megsínli. Én meg azt mondom, hogy ahhoz, hogy a fideszes oligarchák és nagyurak el tudják lopni az Európai Uniónak a marsal segélyét, ahogyan fogalmaztál, ahhoz az Európai Unió is kell. Persze, ahhoz Robi. Kell az Európai Unió, amelyik szemet hunya fölött, mert ő maga is ugyanilyen módon dézsmálja meg az Európai Uniós pénzeket, mert ő maga is a lopásra lett berendezve. Nem ártana azért a tényeket tudomásul venni a lisszaboni szerződés alapján, amelyik létrehozta, igen, én fogok beszélni. Figyelj, de azért ez egy fontos tény. Nincs kompetenciája az uniónak az európai pénzek ellenőrzése felett a nemzetállamokba. Pont. Tehát ez tudható, tehát ne terjesszünk rémhíreket. Az Olafnak nincs kompetenciája. Megteszi az ajánlást, ezt mindenki hallja, meg tudja. De akkor hogy beszélhetünk erről? Tehát be kell lépni magának az országnak, ez egy új intézmény. Ez mondjuk például az unió reformja bizonyos. Most ismertek föl. Hát itt mindenki azt hitte, hogy azzal, hogy valaki aláírta a lisszaboni szerződést, utána be is fogja tartani a szabályokat. Annyi, tehát kiderült, hogy nem. A fideszes szavazónak az vagyok beadva, hogy az európai ügyészségbe való belépés a nemzeti önállóság feladása. Ez egy olyan harcba hívó szép üzenet lesz, hogy ehhez képest a Soros, meg az ez, meg a Vona Gábor, az kutya füle volt. Jó, de akkor majd tényleg, térjünk már vissza erre a Macron témára, mert szerintem hagyjuk fontos, és amit a Robi mondott, az egy nagyon érdekes olvasata ennek az egésznek, hogy a Macron megpróbálja az elégedetlenséget egy kicsit úgy, mint ahogy nálunk a Fidesz, tehát egyetlen elégedetlenség létezhet, már pedig az a gonosz illiberalizmus. Valójában egyrészt ez nem igaz, másrészt azért lássuk be, hogy a Macron üzenetének bár ugye a fő rossz példa benne Magyarország volt, de azért
erőteljes belpolitikai üzenete is volt. Harmadrészt az a stratégia és az az elképzelés, amit ő felkínál, ami egyébként többé-kevésbé a status quo, az már nem versenyképes akár a nemzetközi geopolitikában sem. És itt most valóban ott tart a történet, hogy lassan már négy pólusú világ van, és ebben az Európai Unió, tehát Kína, Egyesült Államok, Európai Unió és Oroszország, lehetne még több is, ebben az Európai Unió eljelentéktelenedik, ha ilyen marad. Tehát valamit erre is lépnie kell, valamit mindenre lépnie kell. Az nagyon érdekes, hogy a Macron valóban nyíltan és egyértelműen ugye Oroszország nevét ki nem mondva, de egy kicsit megmondja, hogy ki a na most egy olyan szót fogok használni, amit nem szoktam, ki a háttérhatalom az illiberalizmus Macron a saját terjedése mellett. De várjál, azért a háttérhatalmat most egy olyan helyzetben megnevezni, ez tök izgalmas, mert ugyanakkor azért nézzük meg, hogy ha nem is a harmadik világháború küszöbén vagyunk, de hogyha a hidegháború vége óta, sőt a hidegháború csúcspontja óta, mondjuk majdnem, hogy a kubai rakétaválság óta nem volt ilyen durva a nemzetközi helyzet. És egy ilyen szituációban azt mondani, hogy ha kérem szépen, igazából maradjon minden a régiben, csináljuk úgy, ahogy eddig, és de tényleg a fő ellenség az illiberalizmus. Az illiberalizmus nem az ellenség, az illiberalizmus jelenség. Az illiberalizmus tünet. Egy randa betegség, randa tünete. Ha tüneti kezelést alkalmazunk rá, csak bekenjük valami kis gyógyírrel, akkor nem nagyon fog elmúlni. És ez az, amit az ilyen jellegű hozzáállás az Európai Unió vezetőinek, mint ami a Macroné volt, szerintem tüneti kezelés kis vazelina. Azért nem ártott volna ezt a beszélet végighallgatni, Péter, de mindegy. Ja, hogy így néztek rám, jól van, akkor egy kicsit engedjük el Brüsszelt, mert hogy azért ide-haza se állt meg a politikai élet, és nem csak a tüntetésről van szó. Ugye a LMP-ben igen komolyan zajlik a politizálás, a másféle politizálás, mert a Csallai Róbert, Benedek és Hadházi Ákos között dulakodásig fajult a politikai nézeteltérés, és hát az az érdekes ebbe számomra, hogy itt most felszakadtak az LMP sebei, amiket úgy sejtettünk, hogy vannak neki, de most aztán ki is emlött belőle a mindenféle csúnya tartalom. És ugye azt látjuk, hogy a schifferi irányvonalat képviselők, akik azt mondják, hogy mindenkitől és mindentől és nagyon függetlennek kell lenni, meg hát a hatházi féle irány, akik meg inkább azt mondják, hogy próbáljunk mi lenni a legnagyobb ellenzéki párt, azok most itt szó szerint összecsapnak. Hogy állítólag ebben benne lehet az is, hogy az LMP ismét szakad, és milyen jó, hogy lesz megint egy újabb párt az ellenzéki oldalon. Szóval mi van az LMP-vel, és szerintetek mi fog történni? Schiffer András azóta elég sok interjút adott, egyébként nekünk is, ami holnap fog megjelenni. Az helyzet, hogy baromira nem érdekel, úgyhogy mondjátok. De most mondtad, hogy ellenzéki kerekasztal, minden pártot hívjunk oda, de az LMP az nem érdekel. Nem, konkrétan az, hogy ezek most magához a szót, hogy engem ez baromira megérdekel, és erről kezdek beszélni. Hihetetlen a fazon. Hát ilyet még nem jó. Gyerekek, ide figyeljük meg. Ez az antisztrájk, illiberális sztrájk. Szépen eltűnnek a fenébe, nem érdekel a van, meghalnak, mintha nem is lettek volna. Jó, valakit érdekel az LMP? Én azt figyelem meg, hogy az LMP-ből 4 évenként kilép egy SZDSZ. Gender dolog nincs, benne rúgja egyébként. Megint kilépett egy SZDSZ, az SZDSZ, nem a 90-es SZDSZ, a 94-es SZDSZ, az az SZDSZ, amelyik hát kiegyezik a posztkommunistákkal. És 4 évenként, ugye a Párbeszédre emlékszünk, amikor kiléptek, most már gyakorlatilag az MSZP-be olvadtak. Most megint ezt látjuk, és minden ilyen alkalom, ahányszor kilép az LMP-ből az SZDSZ, egy jó alkalom lenne, hogy a magára maradó balos, még valamelyes balos mag, de ez folyamatosan felképződik, nem csak az LMP-ben, a Momentumban is felképződik. Úgy gondolom, hogy a Momentumból is hamarosan ki fog lépni egy SZDSZ. Minden ilyen alkalom jó alkalom arra, hogy az LMP újra fogalmazza magát, és meghirdessen egy baloldali identitást, vagy elsajátítson egy baloldali identitást, és megtérjen ahhoz a két liannához, ami úgy gondolom, hogy a baloldalnak talán az utolsó vállalható figurája, vagy ahova vissza lehetne nyúlni két liannához, és azt lehetne mondani, hogy akkor mostantól kezdve az LMP az a lehet más a politika, magyar szociáldemokrata párt, mondjuk, és kihívni frontálisan az MSZP-t ténylegesen a baloldalnak a romjaiért. Mert valójában az LMP ott követte el a nagyon súlyos hibát, hogy ő azt képzelte, hogy ő az MSZP-vel, meg a DK-val egy ilyen partner lesz, és egy ilyen partnerségre törekedett. Ilyeneket mondott a Szél Bernadett, meg a Hatházi Ákos, hogy ők az összefogásnak, meg
a választási koordinációnak a kovásza kívánnak lenni, és nem vették észre, hogy valójában az egész játék arra megy ki, hogy az MSZP meg a DK kicsinálja őket. Valójában ő ellenük zajlott a politikai játék. Ténylegesen azért zajlott a politikai játék. Hát miről szól az, hogy a Karácsony Gergely tesz nekik egy 27-3-as ajánlatot? Tehát látjuk azt, hogy most már megvannak a választási eredmények, 12%-ot szerzett az MSZP, és 6,5, több mint 6,5, majdnem 7%-ot szerzett az LMP. A 12%-os MSZP azt kínálja a 7%-os LMP-nek, hogy ő visszaléptet 3 jelöltet, az LMP pedig léptessen vissza 27-et. Ez valójában arról szólt, hogy az LMP ragadjon bele ebbe a... Másfél százalék? Ott 3%-ától. Már majdnem sikerült elmondani. Szóval, hogy az egész szituáció az arról szólt, hogy az LMP az ebben a helyzetben mondjon nemet, mert nem tehet mást. Egy elfogadhatatlan ajánlatot nem lehet elfogadni, nemet kell rá mondani, és ezután széles gesztusokkal az MSZP meg a DK kiabálhassa, és természetesen a baráti revolver sajtója az pedig támogathassa ebben, hogy ténylegesen a felelős a választási koordináció elmaradásáért az LMP. Az az LMP, amelyik nem fogadta el, az elfogadhatatlan. Tehát nekem az a gondom ezzel egyébként, hogy pont abban a kontextusban, amiben így most megjelenik az LMP, meg hogy egymásnak esnek, meg ütik egymást. Tehát az egész választásban, az egész szituációban és az egész ilyen választás utáni történetben így nem jelenik meg, hogy mi a franc az LMP. Tehát az, hogy elvileg ez a párt egy alterglob, globalizáció kritikus, zöld, kicsit baloldali párt lenne. Én erről egy büdös szót sem hallottam mostanában. Arról hallok, hogy ki, hány helyen lép vissza, és erről hallottam már hónapok óta, ki, kivel sakkozik, és ki, kivel hajlandó leülni egy asztal mellé. Most meg levelik egymást, mint fokapó harat. Nem hallottam egyébként elvekről, a többi pártnál sem. Én úgy voltam vele, mint a végén az állatfarmnak, hogy nézem, megkülönböztetni már nem tudom őket. És igen, visszatérve az elsőhöz, igen, az LMP is, persze, mindig van egy ígéretes szakadás, és az ember azt mondja, hogy akkor talán ebből kijöhet valami jó, de mindig csak azt látjuk, hogy osztódnak, nem tisztulnak. Akkor viszont, hogy dobjam még be a Jobbikot is a ellenzéki pártok történetébe, mert hogy Torockairól ugye már beszéltünk legutóbb, de most már megvan a alternatív megoldás is, amit az elnökség javasol, ez pedig úgy hangozna, hogy egy ilyen társelnöki rendszerben Schneider Tamás és Gyöngyösi Márton vinné tovább a Jobbikot a néppártosodás rögös útján. Egyébként, ha gonosz akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy az LMP-nek is milyen jobb jön ez a társelnöki rendszer, de nem vagyok gonosz, szóval hogy mire számíthatunk a Jobbiknál? Néppártosodás tovább, vagy Torockai sodás? Én szerintem hagyjuk már ezt a néppártosodást. Jó. Eddig arról volt szó, hogy hagyjuk a nemzeti radikalizmust. Most van néppártosodást, hagyjuk. Meg az LMP-t is hagyjuk, meg hagyjuk az egészet. Ugye ezt úgy értettem, hogy Ádám piszkáltok tulajdonképpen ezzel. Szóval az a lényeg, hogy tényleg úgy tűnik, hogy a Schneider-Gyöngyösi dúó az érdekes kis tandem lesz, mert ugye Gyöngyösi Marci, ő egy diplomata gyerek, egy olyan igazi úri fiú. A több nyelven beszél, abban a közegben nőtt föl. Kenny vágja a külpolitikát, a kis ujjában van az egész. A Schneider pedig ugye Egerben nőtt föl, egy volt skinhead vezér, aki egy egészen másfajta, borzasztóan alázatos, szorgalmas, igazi, bocsánat a szóért, de a gyerek. Úgyhogy ők ketten nagyon jól ki tudják egészíteni egymást, szerintem. És számomra, ezt most nem benfentesként mondom, hanem számomra van egy olyan üzenete ennek a tandemnek, illetve az, hogy egy duó fogja a Jobbikot adott esetben irányítani. Nekem az az érzésem, vagy csak remélem, hogy ez lehet annak is a üzenete, hogy esetleg volna valamikor visszatér. Hát ez olyan volt, mint amikor Thomas Anders és Dieter Bohlen egymásra találtak, tehát fantasztikus. Ja, így kiegészítik egymást, azért nekem pedig, hogy Gyöngyösiről nem szokott. Tehát akkor arról van szó, hogy ez a visszavonulás, ez mégsem visszavonulás, hanem egy kommunikációs trükk volt. Robi, ez csak remélem. Most azért azt látjuk, hogy a vona azért még mindig nagyon befolyásos a Jobbikban. Hát, most azt látjuk, hogy az ő emberei kerülnek az elnöki székbe. Én azt gondolom, hogy ez a társelnöki rendszer, ez kifejezetten a vona által felépített struktúra konzerválásáért felel.
Minden esetre az jól látszik, hogy a Vona ezzel a lépéssel, hogy hátralépett egyet, és még ha pusztán kommunikációs trükk is, mégiscsak egy olyan gesztus, ez a hátralépés, ez a lemondás, amit az Orbán meg a Gyurcsány 30 éves viszonylatban nem tudott megtenni. Tehát, hogy én nem tudom, de legalább 2 évtizedre visszagondolunk, hogy a Gyurcsány is már a politikai palettán ott van, mint egy választható szín. 2003 óta, 15 éve. Egy nevet mondok neked, Bocsika. Egy választási vereség után Horn Gyula lemondott. Simán. Megmondta elő, lemondott. Bocs, csak ennyit akartam mondani. Ebben az országban csak egy Gyurcsány is arról van szó, hogy ezek az államférfiúi pillanatok. Ezek az államférfiúi pillanatok. Amikor egy politikus hátralép, azért ez nagyon ritkán fordult elő. Volt egy alkalom, amikor a Horn Gyula megtette, volt egy pillanat, amikor a Schiffer András megtette, most volt egy pillanat, amikor a Vona Gábor megtette, és rögtön látszik, hogy a Vona elkezdett lebegni. Elkezdett lebegni a politika fölött. Már láttam a szombati tüntetésen olyan pólókat, fehér póló, fehér alapon, fekete Vona arc, de semmi felirat, csak a Vonának az arca rajta. Tehát már is az látszik, és ezek, én úgy gondolom, hogy ezek a pólók már a lemondás óta készültek. Tehát az látszik, hogy a Vona az így elkezdett lebegni a jobb oldal, elkezdett lebegni a jobb oldal fölött. Hát most az, amikor valaki pólósodik, az jól látszik, hogy az egyfajta lebegés. Azért Che Guevara, az jól látjuk, hogy a bal oldal fölött lebeg. Nem nagyon szívesen látjuk, nem a szivárványt látjuk benne, de látjuk, hogy lebeg. Tehát létezik ez a lebegés, létezik ez a politika fölé emelkedés, és hogy az is látszik, hogy a Vona pusztán ezzel a lépéssel, még hogyha kommunikációs trükk is, elvégzett egy ilyen műveletet. De drága barátaim, micsoda helyzet ez, amikor nekünk kell választó polgároknak kitalálni, hogy vajon mit akarnak ezek a pártok, ahelyett, hogy ezek a pártok próbálnák kitalálni, nekünk, hogy vajon mit tehetnének értünk. Nem, milyen borzasztó. És ebben töltjük az időt, hogy vajon mi lehet ezekkel a pártokkal, és ha valaki azt mondja, hogy nekünk ezt kéne vagy azt tenni, arra azt mondjátok, ebben azért a pártok mindig önjárók voltak egyébként, de egy kicsit ilyen skizofrén helyzetet látok ebben. Tehát úgy tűnik, mintha a Vona két személyisége így feloszlott volna, és akkor van egy ilyen úri antiszemita fiú, mint ez a Gyöngyösi, aki azért tényleg elhíresülni a parlamentben dolgozó zsidó képviselő kilistázásának igényéről híresült el. Meg van ez a plebejus proletár mozgalmát, az Egri utcákon, Hát ez egyáltalán nem így volt, és fölkapom a vizet, mert nézd már vissza a Gyöngyösi Marcinak azt az ominózus felszólalását. A kettős állampolgárokról volt benne szó, és az izraeli kettős állampolgárokról volt benne szó, a Simon Peres kijelentése után. Nézd vissza, és utána antiszemitázna azt a gyereket, aki százszor külön, mint itt mindannyian együttvéve. Te is fölülsz annak a baloldali szemétségnek, amit a Gyöngyösi Marci ellen az MSZP akkor csinált. Egyébként ott akkor meg senki nem vette észre, mert mindenki tudta abban a szövegkörnyezetben, hogy valóság. Ez elég botrány volt, hogy ez azért nem kis eredmény, hogy a pörzse ilyen szinten kell ki magából, hogyha leantiszemitázzák, vagy leantiszemitázzák a pártját, vagy leantiszemitázzák a pártjának valamelyik tagját, vagy mondjuk a társelnöket. Ez maga az én pártosodás. Ez a magyar valóság. Azért könyörgöm, 10 évvel ezelőtt ezért nem kis összeget fizettünk volna. Most meg megtörtént, anélkül, hogy fizettünk volna érte. Ja, de fizettünk 10 évvel, de hát az se baj. Itt van. Én azért félek. Oké, ha már ilyen évfélek. Nem tudok mit hozzáadni. Sanyi, amit most előadtál, egyrészt akkor a Cseh 2-t nézted. Én is a senkik közé tartozom, akik úgy gondoltam akkor, hogy ez egy aljas antiszemita szöveg volt. Nem az volt. Tudod is, hogy mi antiszemita dolog? Hát én egy hülye vagyok. Most közölted, hogy én egy hülye vagyok, debil, aki nem tudja fölfogni. Pont visszaidézte azt a feelinget, amit én megéltem hónapokon keresztül, pont egyébként még akár a Simon Peres beszéd ürügyén is, meg abban az egész vircsapban, amelyik szétverte a pofámat, ami nekem most tőlem most joggan kérdezik meg egyébként ezzel, és egy politikus tanulja meg, hogy mindig vissza fognak kérdezni a múltjára is, hogy szavazhattam a nácikra most. Hát Sanyikám, most túl sok biztatót nem mondtál.
én meg egyszerűen nem is értem, hogy miről beszélsz. Hát ha elfordulsz, ha nem. Ez ezek csak ilyen nagy kinyolatkoztatásos sanyát. Ennek mögött nincs semmi. Mi köze a Gyöngyösi felszólalásának ahhoz, hogy téged megvertek a Gyurcsány érában? Már ne haragudjál. Magyarországgal egyébként teszem fel a kérdést. Vagy sírunk érte. Na most bajba vagyok. Gyerekek, menjünk ki tüntetni, és menjünk el a tévé székház elé, és próbáljuk meg bemenni. Például. Semmilyen szinten ne hallgassanak Vahon Andrásra, én mint újságíró. Ezt, és közben koszorúzzuk meg Nagy Navarro Balázs emlékművét a TV székház előtt, és hangosan kiáltozzuk a nevét. Rendben, szeretném még valami értelmeset mondani? Nem? Akkor egy mondatos. Ami viszont pozitív. Mert hogy visszatér a Kossuth Rádióra a vízállás jelentése, a Lotton pedig ismét lesz tárgynyeremény sorsolás, úgyhogy ebben a retro hangulatban azt kérdezem tőletek, hogy ti mit hoznátok még vissza? Én a flottilában voltam katona, és szolgálatban feladat volt, hogy írtuk a vízállás jelentést. Elképesztően unalmas volt, viszont így visszajön ez a retro feeling, úgyhogy megpróbálok, bár a vércukrom most egy kicsit fönn van, szóval megpróbálok arra az időbe beleélni magam. Visszahoznám a magyar popzenét, a magyar focit, az akkori idők, magyar tanárait, meg azt az önmagamat, aki úgy 90 környékén voltam, és még hittem a mesékben, hogy rendszerváltás lesz. Én visszahoznám az olcsó könyvtárat, amikor 3 forintért megvettem a Mário és a Varázslót. Nekem elegem van a retróból, elegem van abból, hogy a 20. századot játsszuk újra, meg újra egyre kisebb és kisebb tárgynyereményekért. Én leginkább előre lépnék a 21. században, szabad. Igaza van a Robinak, csak nehéz, mondjuk például, ha ott felejtjük a 20. század értékeit. Nekem mondjuk, amikor ezt a kérdést elolvastam, például Tarkovszki jutott eszembe. Meg mikor elindult a táncházmozgalom, meg a jazzklubok, meg mondjuk, hogyha bementem egy könyvesboltba, és akartam venni Thomas Mann-t vagy Tolstoyt, akkor levettem a polcra, és hazavittem, vagy Móra Ferencet, az Éneklő búzamezőket el tudtam. Bementem a könyvesboltba, és levettem a polcra. Mondjuk például ezt azért, ez nem lenne hátrány a 24. századnak se. Most is levehetett, csak megszólal a csipogó. Semmilyen jó. Hát akkor de vedd le, menjél be és vedd le. Figyelj, hogyha most is kellene ez, akkor lenne. Azért van így, mert az már nem kellett. Úgyhogy nem érdemes ezen gondolkozni. A mán kell és a holnapon kell gondolkozni. Mivel már van vízállás jelentés a tárgyalás, és akkor legyen kinyerni ma, és nem is kér 10 percben, hanem a fél percben kinyerni ma, ez egy mészáros rápi, annyira nem lenne bonyolult. Egyébként is azt az érzést hoznám vissza, hogy még előttünk a rendszerváltás, és minden lehetséges egyszer, amíg a hajóhumpárnak is szabad lesz találkozni. Én pedig 1998-at, és egyáltalán nem a én saját fiatalságom miatt. Ezek voltunk mára, köszönjük a figyelmet!